A legújabb olasz szakácskönyvemet Báriban fotóztuk, Bári Dél-Olaszországban található, és az a recept, amit most mutatok nektek, ez pontosan innen származik. Iszonyatosan egyszerű alapanyagokból készül, pusztán egy kis házi paszta, aztán egy kis paradicsom, kis brokkoli, fokhagyma, szóval semmi extra, de a végeredmény na, az extra lesz, majd meglátjátok. De azt mondtam, hogy házi tészta, de azért be kell vallanom, hogy ez nem úgy házi, hogy most én csináltam, hanem úgy házi, hogy Báriból hoztam. Hát aki járt már itt, mármint Báriban, az látta a nénikéket az utcán üldögélve, készítik ezt a tésztát. Nézzétek meg egyébként az orecchiette, azt jelenti, hogy fülcimpácska, mert hát látjátok pont olyasmi fazonja van itt az ember fülcimpájának. Nagyon egyszerűen készül a tésztát, megsodorják, fölvel kis darabkákra, és látjátok is itt a helyét, egy késsel megformázzák erre a kis félgömb formára, kifordítják meg a kezükkel, és utána pedig így egy ilyen hálón megszárítják. Na hát ezt a végeredményt látjátok. Ez a kaja, a chimidrappa, mert hogy így hívják az ételt, ez mindenképpen ebből a tésztából készül, mármint kint Báriban, de ti egyébként bármilyen tésztával meg tudjátok csinálni. Az első lépés az az, hogy elkezdjük főzni, nyomok egy kis sót a főzővízbe, és annyira gyors egyébként az egész recept, hogy amennyi idő alatt elkészül ez a paszta, annyi idő alatt meg is teszünk az összes többivel. Szóval tényleg villámgyors. Úgyhogy első lépés, tésztafőzés. Hát egy képzeletbeli óra el is indul, 12 percünk van, 10-12 percünk, hogy mindent összerakjunk, de ez bőven elég lesz. Az első lépés, jó nagy mennyiségű 3-4 gereszt fokhagyma, vékony szeletekre vágva. És ha ezt előkészítettük, akkor jön egy kis olívaolaj felhevített serpenyőbe, és erre rányomatok 2-3 szelet szardellát. Na most én tudom, hogy sokan azt gondoljátok, hogy nem szeretitek a halat, nem szeretitek szardellával főzni, de higgyétek el, hogy ebben a kajában a szardella az kb. Úgy fog eltűnni, elolvadni, mint a vaj a forró olajban, majd mindjárt meglátjátok, nézzétek. Ezeket a szardellákat így rádobom a forró olajra, és nézzétek meg, hogy rögtön gyakorlatilag elkezdenek eltűnni. Hopp, figyeljétek! Látjátok, és tényleg csak egy ilyen kis ízesítőként fognak működni. Ennyi volt, eltűnt gyakorlatilag az egész. Na erre jöhet szépen rá a fokhagyma. Én nagyon keveset a fokhagymából, mondjuk az 1/5 részét félre szoktam rakni, hogy aztán azt majd még frissen tovább használjam. Szardella felolvad, pirul szépen a fokhagyma, és rádobok még egy kevéske szárított csilit. Ennek a kajának nagyon-nagyon jól áll, hogyha egy picit csípős. Nyilván ízlés dolga, hogy mennyire szeretitek. Én azt szeretem, hogyha elég ütősen csíp. Szóval jöhet rá egy kis szárított csili paprika is. Következő hozzávaló kis koktélpari, gyorsan félbevagdosom őket, és így a fél paradicsomok szépen repülnek szintén bele a serpenyőbe. Jön rá egy pár szem kapribogyó, hát mondjuk egy tucat. Aztán jön só, frissen tört fekete bors, még egy átforgatás. Na, ilyenkor szoktam rádobni a friss fokhagymát, amit még megőriztem. Ugye az előző adag fokhagyma egy picit megpirult, annak ilyen édeskés pirult íze van, de kell egy kicsit a nyers fokhagyma ereje is. Na, az jött rá most, és ezt az egészet most nyakon öntöm még olívaolajjal, és rádobok egy 3-4 evőkanálnyi forró vizet a főzőléből, így. Nézzetek meg ezt, mert elkezdem összerázni, és az olaj meg a víz egy ilyen krémes cuccá össze fog állni. Így. Ráadásul abban is segít nekünk, hogy a paradicsomok megszottyadjanak, mert hogy itt azt szeretnénk, még egy kis villával is lehet segíteni, nézzétek? Picit ezeket a parikat meg lehet törni villával. Az egész egy ilyen rusztikus, nagyon szaftos, cuccos dolog lesz. Jézusom, akkor hát nyertem. És ha még egyszer így összerázhatok, akkor fogjátok látni, hogy nyoma sincs se a víznek, se az olajnak, se a paradicsom szaftjának, mert hogy az egész egy ilyen krémes cuccá állt össze, ezt fogja majd bevonni a tésztánkat. Mamma mia! A tésztánk pedig majdnem kész van, 2 perc kell neki, hogy totálisan megpuhuljon, és most gyorsan beleszórok még brokkoli rózsát, nézzétek meg, ilyen egészen picikre szedtem össze. A chimidrappa az egyébként klasszikusan tarlórépának a levelével és a virágzatával készül, ezt nem lehet nálunk kapni, vagy csak nagyon-nagyon elvétve, viszont tökéletesen lehet ezt helyettesíteni ezzel a kis apróra szedett brokkolival. Ennek kell 2 perc, hogy itt a tésztával együtt megpuhuljon, hogyha ez megvan, akkor a tésztát és a brokkolit leszűrjük, az egészet ráöntjük a szaftra, összeforgatjuk, kitálaljuk és felfaljuk. Chimidrappa itt a Street Kitchen-en.
Hát kezdem azzal, hogy mi az, amit nem fogtok érezni, oké? Nem fogjátok érezni a szardellát egyáltalán, teljesen felolvadt, és tényleg csak egy ilyen nagyon kellemes ízfokozóként működik. Viszont az összes többi dolog az egyszerre szólal meg az ember szájában. Ugye nem használtunk sok paradicsomot, ott van a brokkoli is, ami egy kicsit így megszottyadt ettől a szósztól. Az egész ilyen nagyon-nagyon pikáns lett a kis kapribogyótól, a fokhagymától, szóval zseniális, és hát ahogy láttátok, tényleg 10 perc alatt össze lehet rakni ezt a kaját, szóval Chimi di Rapa a világ egyik legjobb pasztája.